Itt Nagy Imre beszél, a Magyar Népköztársaság minisztertanácsának elnöke. Ma hajnalban a szovjet csapatok támadást indítottak fővárosunk ellen, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormány. Csapataink harcban állnak. Nagy Imre rádióbeszéde 1956. november 4-én hajnalban. A szovjet invázióról a Záhonyban élők már napokkal korábban tudtak, mert a helyi református templom tornyából átláttak a határ szovjet oldalára, ahol a csapat összevonást október 26-án elkezdték. Valószínűsíthetjük már, hogy 26-ától kezdődően már van egy viszonylagosan kigondolt terv, ami azért is valószínű, mert hogy ekkor Magyarországon vannak szovjet csapatok, tehát ezt ne felejtsük el, hogy itt Nyíregyházán is van szovjet csapatok, ugye Tiszavasvári úton ott volt a szovjet laktanya, ott vannak, tehát hogy vannak nagyon konkrét információk, nagyon pontos információnak, hogy mi is történik, akár itt a városban, akár a megyében, de hát hivatalosan már a 3-án átjönnek az első tankok, kipróbálják ezt a pontonhidat, és aztán a döntő, ami a, tényleg a történelemkönyvekben megjelenik, meg aztán mindenhol végül is ezt a véres vasárnapot, mert pont egy vasárnapról beszélünk, a véres vasárnapot majd jelentik, mert hogy november 4-én átjön 4 tank, és akkor 7 órakor egy körülbelül egy fél órás, 25 perces ösztűzzel lerombolják a záhonyi laktanyát, meg tisztává teszik a területet, és akkortól kezdődően megindul Záhony irányából az invázió. A szovjet megszállás után több száz, egyes források szerint több ezer fiatalt hurcoltak vasúton Ungvárra, a helyi vasútvonalakat is érintve. A megyei faipari vállalat dolgozóinak bátor fellépése mentette meg a deportált fiatalokat. Megvannak azok a kis pici cetlik, amiket az emberek a vagonokból kidobálnak, és abba írják, hogy hát valószínűleg Szibériába viszik majd őket. És a felálló bizottság, ugye az Észak-Kelet-Magyarországi Faipari Vállalatnak a munkás tanácsa vállalja ezt fel, akkor még november közepén még a munkástanácsok, mint legális politikai szervezet működnek, a munkástanács fogja felvállalni, ők járnak utána, tehát kocsival végigjárnak az útvonalat, megtalálják ezeket a cetliket, ők lesznek azok, akik majd a párthoz, már az új pártról beszélünk, a Magyar Szocialista Munkáspártról beszélünk, annak az irodáját fogják majd ütni és verni, és hogy kikényszeríteni azt, hogy itt vannak a bizonyítékok, hogy a szovjet csapatok, a titkosszolgálat és a hadsereghez köthető, hát ugye úgy hívják ezeket, ilyen fedett civil politikai munkatársok voltak, katonák, akik civilben jelentkezve nyomozóképpen fogják majd megnézni, hogy kik azok, akik a legnagyobb veszélyt jelentik az államrendre, azokat fogják összefogdosni és vagonokba rakni, szóval, hogy ütik, verik az ajtót, és akkor végig is elérik azt, hogy Minik Ferenc lesz az, aki majd felveszi a kapcsolatot a szovjet vezetése. Ugye Szerov fog ebben majd igazából dönteni, de ő maga állandóan folyamatosan végig tagadta, hogy ilyen események történtek volna, és akkor visszaengedik majd a kitoloncoltakat. Szabolcs-Szapán-Bereg megye 1956-os történetének alapos, tudományos feldolgozására indult nemrég egy program. Ennek részeként rendeztek ma tudományos konferenciát a megyeházán, amelyről pénteki híradónkban részletesen beszámolunk.